Vele már egyszer itt találkoztunk a műsorban, éppen akkor kedves feleségével, Hankó Ildikóval, az ő megjelenő könyvéről beszélgettünk, viszont az apropó, aminek az útján most összejöttünk, aminek az okából összejöttünk, az az, hogy karácsonykor megjelent egy nagy sikerű könyve Kiszen István professzornak, A magyar ember címmel. Ez egy kétkötetes nagy mű, és hát azt kell róla tudni, hogy a világon az első olyan könyv, amely egy népet vizsgál antropológiai szempontból gyakorlatilag a teljesség igényével. Tehát mindenféle szempontból ki van benne tárgyalva a magyar ember, de nem minden előzmény nélküli volt ez a könyv, ezt is tudnunk kell róla, hiszen ezt az írás már megelőzte a föld népeinek története, ahol gyakorlatilag minden néppel már foglalkozott a professzor úr, illetve most jelenik meg éppen a könyvhétre az Ausztrália és Óceánia című kötete ennek a sorozatnak. De hát mi a magyar ember kapcsán jöttünk most összebeszélgetni. Hát induljunk el onnan szerintem, hogy meddig tudunk visszamenni a magyarság történelmében antropológiailag. Meddig vannak bizonyítékaink? Köszönöm a meghívást. Életem utolsó nagy munkájának szántam. Minden eddigi munka csak előjáték, új gyakorlat volt ehhez a könyvhöz. Mert ilyen hatalmas nagy anyaggal valóban tényleg senki nem dolgozott. Na most a magyarság történetéhez tudni kell, hogy azért egy nép, a magyar nemzet, most nem népről, nemzetről van szó, három összetevőjű. Először van egy őslakosság, ez az őslakosság kezdettől fogva a átmeneti kőkor, újkőkor, részkor, bronzkor, vaskor, római kor, népvándorláskor, ettől kezdve itt élt viszonylag kis lélekszámban, és itt maradt. Tehát a mai magyarságnak ez is egy alkotó része. A második az a hunok, ugye három hullámba jött be a magyarság, a hun, mert a hunok utóda a székely, nem magyar, dehogy nem. A avarok 568, 670 és 720-as években, a Árpád népe 895. május 10-én, félmilliónyian, akikhez 1235-ben hozzáköltöztek a jászok, és 1243 és 45-ben a kunok. Tehát a magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. Ez azt jelenti, hogy ez egy idegen, nem indoeurópai nép, amely bejött a Kárpát-medencébe és meg tudott maradni. Ez egy egyedülálló csodája a világnak, nem csak Európának. Tehát ez egy olyan lakosságnépesség, amely nem indoeurópai, belső Ázsiából jött, és megtartotta élettani tulajdonságát, megtartotta kultúráját és nyelvét. A harmadik összetevő pedig, ugye az első a őslakosság, második a bejött a magyarság, a harmadik pedig a honfoglalás óta, illetve hát a kunok óta betelepített vagy betelepült lakosság. Teljesen megdöbbentő, hogy a magyarság egy keleti génállománnyal érkezett, és a betelepített lakosságot, hát vegyük csak a legnagyobb betelepítéseket, nem csak a betelepüléseket, az a tatárjárás után, és a török kivonulása után történt, amikor a Habsburgok betelepítettek délszlávokat, szlovákokat, különböző germán népeket, bajorokat és poncichtereket, és betelepítettek egyre több románt, és ezek magyarrá lettek. Tehát a magyarságból teljesen magyarrá lett ez a Kárpát-medence. Én elindulok a morfológiából, tehát az alaki ismeretekből. Ezt ma már nem divatos, ezt a tudományágat művelni, de ismerni kell az embereket, mert az emberek vizuálisak. Mi ezt tanultuk, és ebben a könyvben igenis leírom, hogy néz ki a magyar ember, majd mindjárt elmondom, hogy milyen volt itt a lakosság típusa, és mit hoztunk mi be. A könyv második része az a 64 tájegységben a Kárpát-medence embertörténet tárgyalja, különösképpen Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és Őrvidékémet. Ezeknek a területeknek az ember történetét soha senki le nem írta. És ezeknek az embereknek van a legnagyobb szüksége tartásra, büszkeségre, múlttudatra.
A harmadik rész az már modern, ugye az élettani tulajdonságokat tartalmazza, a negyedik, utolsó rész pedig a 21. század óriási eredményeit, a nagy európai mitokondriális DNS vizsgálatot, ami ellen nincs appelláta. Én azt szoktam mondani, hogy a 19. századot a történészek és irodalmárok írták, a 20. századot azt először a fizikusok, utána a biológusok írták, és a biológusok megtették azt, hogy a jelent a múlttal összekapcsolták, tehát azt jelenti, amiben én egész életemben dolgoztam, mert nekem az alapkutatásom a csontkémia, csontbiológia, csontszerológia volt, és hát tulajdonképpen az maradt, az azt jelenti, hogy egy kis csontanyagból, történeti korból származó csontanyagból is, az életkort, a nemet, a krónikus betegségeket, a vércsoportokat, a mitokondriális DNS, a teljes DNS láncot meg tudjuk kapni. És ez az antropológiában a legnagyobb forradalmat okozta, ami azt jelenti, hogy a jelent a múlttal összetott tudtuk hozni, tehát ugyanúgy vizsgálok egy 3000 éves csontnak a mitokondriális DNS-ben a D-hurkot, és ott a génmentes részét, és visszakeresem, hogy honnan származik az az ember, mint egy ma élő embernek a köpetéből, vagy hám darabjából, vagy véréből. És a 21. századot a genetikusok írták, és én azt hiszem, hogy ebben a elmúlt négy és fél évben eddig többet tettek, mint az elmúlt 2-3 évszázadban összesen az antropológia területén. Most már biztosan állunk a lábunkon, ugye most már nem ideologizálunk, és nem teóriák, ugye a kínaiak mondása szerint a teória olyan, mint a maszat a szemüvegen, amely elhomályosítja a tisztánlátást. Tehát most már nem filozofálunk, hanem nagyon jól vissza tudjuk a magyarság eredetét vezetni Belső Ázsiába. Ezt az elmúlt években ezt Nemzetközi Bizottság végezte, több mint 1 millió európai emberen, ez rajta van a világhálón, rajta van a Science-en, a Nature-be, terítettük, és most egy olyan amnéziás állapotban van a magyarság, hogy a világon tudják a magyarságnak az igaz eredetét, itt meg még tanítják a monarchikus őstörténetet, hogy gyűjtögető halászó néptől származókat, obfolyó alsó folyása, meg Magna Hungária területe, milyen kultúránk nem volt, gyűjtögető és halászó kultúránk nem volt nekünk sohasem, és az emberanyag se, a nyelvünk se, semmi. Tehát igyekeztem életem utolsó nagy munkájába azt arra tenni, amire egész életemben készültem, 1963 óta írom ezt a könyvet. Ez azt jelenti, hogy nem csak én, hanem ebbe óriási segítségemre volt egy Fehér Miklós nevezetű őrült kollégám, én többnyire csak őrültekkel barátkozom, aki igazságügyi orvos volt, és egész életén át mérte az élő magyarságot, fölvette a bőrlécrendszer adatait, a tenyér adatait, a vércsoport jellegeit, nem csak a Landsteiner rendszeren és a DRH rendszeren belül, hanem ezen túl a különböző, a 110 vagy 101 létező vércsoport rendszeren belül nagyon soknál, és 348 ezer embernek, gondolják el, 400 adatát rögzítettem. Na most mivel én sehonnan egy fillér segítséget nem kaptam, ugye akadémián nem szolgáltam ki az akadémia ideológiáját, tehát én soha magyar államtól segítséget nem kaptam, de tanítottam. És a tanítványok 20 éven keresztül számolták és rakták számítógépre ezeket az adatokat. Nem olyan bonyolult a számítógépes feladat, de 400-szor 348 ezer adatot csak rá kellett tenni, ami időigényes. És most elértünk oda, hogy asztalra tettem a magyarság eredetét, a magyarság kinézetét, a dinamikájában, térben és időben, ami ellen senki nem szólt. A genetikusok ellen senki nem mer szólni, mert ez nem egy magyar vizsgálat volt, és ez olyan természettudományi eredmény, amit a világ minden népeit helyére rakta, a magyarokét is. Azt megyünk tovább majd egyébként.